Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. Itt ma egész nap a jövőről van, lesz szó, hogy mi várható a jövőben, hogy hogy képzeljük el a jövőt, hogy mire vágyunk, mit szeretnénk a jövőt illetően. Én most először mégis egy picit a múltról szeretnék beszélni, és egy meglehetősen személyes nézőpontból. Természetesen a médiával összefüggésben. Abban az esztendőben, amikor én születtem, a Magyar Televízió életében egy fontos változás következett be, megduplázódott azoknak a csatornáknak a száma, amelyek a magyar tévén működtek, egy csatorna helyett kettő lett. A Magyar Televízió nézők már két csatornának az adását nézhették. Óvodás, kisiskolás koromból emlékszem arra, hogy a televízióban a 7-6 napján volt adás, a hetedik napon, pontosabban az elsőn, mert a hétfőről van szó, hétfőn nem volt a Magyar Televízióban adás, nem tudtunk televíziót nézni. Az adásokat, a műsorokat fekete-fehérben néztük jellemzően, holott már volt azért színes adás, színes műsor, a tévékészülékek többsége az fekete-fehér volt a családoknak az otthonában. Azt hiszem, középiskolás lehettem, amikor a televízióban az első reklámok megjelentek, addig ez nem volt jellemző, inkább ilyen oktató, nevelő jellegű műsorok voltak, vagy éppen történelmi filmek, mint az Egri csillagok, vagy televíziós sorozatok, mint a Tenkes kapitánya. Aztán az érettségim évében következett be az, hogy már 7 napon sugárzott a Magyar Televízió adást, majd egyetemista voltam, amikor, sőt már az egyetemi tanulmányaim végén jártam, amikor Magyarországon megjelentek a kereskedelmi csatornák. Aztán már dolgoztam, amikor az első mobiltelefon készülékemet megvettem, tehát én úgy nőttem föl, hogy ugye akkor még nem volt mobiltelefon, és ebben az időben volt először otthon internetünk, akkor még betelefonálós, betárcsázós telefonvonalon működő internet. Ma már az én gyerekeim úgy nőnek fel, hogy számukra természetes az, hogy otthon van vezeték nélküli internet. Amikor elérték azt a kort, akkor lett saját használatú személyi számítógépük, és amikor PC vagy tablet formájában, és amikor meg még nagyobbak lettek, akkor okos telefonjuk lett, ugye? Nem telt el igazán sok idő, még egy emberöltő sem egészen, mondjuk egy fél, és teljesen megváltozott ez a média környezet, ami bennünket körülvesz. Ez a változás alapvetően a technológiát érintette, de én mégsem a technológia kapcsán szeretném ezt a gondolatmenetet folytatni, hanem inkább a média használatról, a média fogyasztásról szeretnék beszélni a jövővel összefüggésben. Mert ez legalább annyira megváltozott és megváltozik, és megváltozik a mi szerepünk ebben az egész történetben, megváltozik a mi szerepünk a médiát illetően. És ez a változás az, amit ennek a mai prezentációnak a középpontjába szeretnék állítani. Hogy mi lesz a jövőben, ezt elég nehéz megmondani, mégis mindig vannak olyanok, akik eljátszanak ezzel a gondolattal, és a média kutatással kapcsolatban is bizony ez a kérdés azért felmerül, milyen is lesz a média a jövőben, és milyen is lesz a jövőnek a médiája. Egy tulajdonképpen nem is média kutató, hanem inkább egy jövőkutatónak nevezném ezt az urat, akinek itt a képét a szlájdon látják. Egy Toffler nevű amerikai kutató, jövőkutató már 1980-ban megfogalmazott egy nagyon érdekes elképzelést, jóslatot, amely lényegében azt mondhatjuk, hogy a médiát illetően mára valóra vált. És ez az a tendencia, ami minden bizonnyal a médiának a jövőjét is meg fogja határozni. Miben is állt Alvin Toffler-nek az elképzelése? 1980-ban jelent meg, akkor még angol nyelven, az azóta már magyarul is olvasható könyve, aminek a címe A harmadik hullám. Mi is ez a harmadik hullám? Tulajdonképpen az emberiség társadalom történetének három nagy korszakáról beszél. Az első korszak, az első hullám az az agrártársadalmak, a rurális társadalmaknak a korszaka, amikor az emberi közösségek lényegében földműveléssel, egyszerű állattenyésztéssel meg tudták termelni, elő tudták állítani mindazokat a javakat, amelyek az élethez számukra szükségesek voltak. Ez mit jelentett? Mindenki ugyanazokat a típusú tevékenységeket végezte, ugyanazokat a javakat állította elő a maga számára. Lényegében egy önellátás jellemezte az emberi közösségeket. Mindenki ezeknek a javaknak egyszerre volt az előállítója, a termelője, és ugyanazoknak a javaknak a fogyasztója is.
Aztán történt egy nagy változás, és ez a nagy változás az ipari forradalommal függ össze, hiszen az ipari forradalom következtében váltak szét ezek a szerepek, a termelőnek és a fogyasztónak a szerepe. Az ipari technológiáknak a fejlődése lehetővé tette, hogy bizonyos eszközöket, bizonyos javakat nagy hatékonysággal, nagy tömegben, nagy mennyiségben állítsanak elő, és akik ezzel az előállítással elkezdtek foglalkozni, azok lemondtak arról, hogy más típusú javakat is a maguk számára megteremtsenek, hiszen abból a bizonyos típusú termékből olyan nagy mennyiséget tudtak előállítani, amivel aztán ki tudtak lépni a piacra, és a piacon értékesítették ezeket. Míg mások, akik más típusú termelésben vettek részt, ezeket a hiányzó, számukra hiányzó javakat a piacról szerezték be. Ez egyfajta differenciálódást, ez egy specializálódást eredményezett, aminek az lett a következménye, hogy az egyes javak esetében a termelő és a fogyasztó az külön vált. Ez a két szerep elvált egymástól. Egészen mondhatjuk azt, hogy ha a médiára vonatkoztatjuk mindezt, egészen a közelmúltig a média világára is igaz volt ez a tendencia. Tudnélik, hogy a termelő és a fogyasztó szerep ketté válik, hiszen voltak, akik előállították a médiatartalmakat, és voltak mások, akik ezeket fogyasztották. Toffler nem konkrétan a médiára, hanem általában a gazdaság és a társadalomra vonatkoztatva 1980-ban azt jósolta, hogy az emberiség történetében egy harmadik korszak kezdődik el, vagy talán már el is kezdődött, ami sok szempontból visszatérést jelent az első hullámhoz, a tekintetben, hogy egyre több olyan ember vagy közösség figyelhető meg van jelen körülöttünk és a környezetünkben is, akik megpróbálnak lehetőség szerint minél több javat, amire szükségük van, maguk számára előállítani. Nagyon egyszerű dolgokra kell itt gondolni, és hogyha mondok példákat, akkor egészen biztos, hogy maguknak is eszükbe fog jutni egy olyan ismerős, vagy barát, vagy valaki a környezetből, aki ezt a fajta filozófiát vallja, vagy ilyen logika mentén szervezi a mindennapi életét. Jött a DIY mozgalom. Annyi amatőr, autószerelő, tapétázó, kötővaró, horgoló, butorfestő, lakberendező soha nem volt a világon, mint a DIY mozgalomnak a hatására. És ennek a tendenciának a hátterében pontosan ez az igény van, hogy a magunk számára előállítsuk azokat a dolgokat, amit szeretnénk, amire szükségünk van. Ismernek maguk is, biztosan hallottak olyanokról, akik a városból visszaköltöznek falura, elkezdenek gazdálkodni úgy, hogy ezt nem otthonról hozzák, ezt nem otthon tanulták, megpróbálnak maguknak megtermelni egészségesnek tartott élelmiszereket. Ezek a tendenciák mind-mind ezt a fajta, ennek a harmadik hullámnak a filozófiáját jelzik és mutatják meg. Na de hogy kapcsolódik ez a médiához, ez az egész kérdés, és hogy kapcsolódik a média jövőjéhez? Először is nézzük meg, hogy a média történetében hogyan nézett ki ez a bizonyos múlt. Ugye ez a múlt azért elég régen elkezdődött, ha tömegmédiáról beszélünk, hiszen nagyjából a 18. században már a nyomtatott sajtó révén valóban léteztek olyan médiatermékek, amelyek nagyon sok emberhez eljutottak. Igazából mégis a 20. század eleje, 20-as, 30-as évek az az időszak, amikor a rádiózás, a filmhíradó, aztán később a 60-as években a televíziózás tömegessé válása és elterjedése határozta meg a médiának a világát. Ez a folyamat aztán a 70-es, 80-as években tovább folytatódott, a televízió állt még mindig a központban, a televízió életében is nagyon sok változás következett be, tematikus csatornák jöttek létre, és egyre inkább behatolt a szórakoztatás, az oktatás, a nevelés, az információadás mellett a szórakoztatás egyre fontosabb szerepet kezdett betölteni a televíziónak az életében. A döntő változást, és ezzel nyilván nem árulok el nagy titkot, az internet megjelenése, a számítógépek hálózatba kapcsolt rendszerének a megjelenése hozta. Ez az a fordulat, amikor ugye az 1.0-as webből a 2.0-as web, később a közösségi oldalak jóvoltából egy olyan média közeg jött létre, amelyben lehetőséget kap mindenki arra, hogy beleszóljon, hozzászóljon, hozzátegyen valamit a médiához, a média tartalmakhoz. Ha az intézmények szempontjából nézzük és vizsgáljuk meg ezt a kérdést, akkor azért elég világosan látszik az, hogy ez a fajta tömegmédia alapvetően egyfajta iparként működik. Profik, szakképzett profik, jól felépített vállalatok keretei között végzik, vagy végezték a közelmúltban
ezeknek az általunk fogyasztott média tartalmaknak az előállítását. Ugye ilyen sötét öltönyös menedzserek irányítják azokat a nagy média vállalatokat, amelyek ellátják a világnak a piacait média tartalmakkal, hírekkel, hírműsorokkal, filmekkel és egyéb általunk is kedvelt és fogyasztott tartalmakkal. Ennek az iparszerű média világnak a szereplői tehát profik, akik szakképzettek, ezt tanulták valahol, és ebből élnek, tehát ez biztosítja számukra a megélhetést, professzionális keretek között, nagyvállalatok keretei között. Ezeket a nagyvállalatokat egyének vagy csoportok tulajdonolják, akiknek a fő motivációja nyilván a haszonszerzés, a profitnak az előállítása, a profitnak a termelése. Ez a fajta médiaipar azonban az elmúlt években, évtizedekben kezd egy kicsikét átalakulni. És ez az átalakulás, ezeket elsősorban ezeket az öltönyös alakokat érinti, és ezeknek az öltönyös alakoknak a helyébe egyre inkább megjelennek a médiában fiatalabb, nem szakképzett, nem professzionális, kreatív, motivált tartalom előállító. Ugye az új médiának ez a sajátossága, és ez a sajátosság már itt a jelenben jelen van, és egész biztos, hogy ez fogja meghatározni a média további fejlődésének az irányait is. Ezeket a képeket, amiket itt a szlájdon látnak, egészen biztosan, hogy a mindennapokban is gyakran látnak, vagy hasonlókat, vagy akár saját maguk is hoznak létre ilyeneket. Hogyan mutatja ez a kis képkollekció a média változásának egy nagyon fontos irányát? Ugye nyomtatott újságot egyre kevesebbet vásárolunk, egyre kevesebbet olvasunk, ezzel szemben akár a főzés, akár a lakberendezés, az utazás, a kultúra témájában egyre több blogot olvasunk. Ezeket a blogokat írják valakik, akik nagyon sok esetben nem hivatásszerűen, hanem hobbi szinten érdeklődésből folytatják ezt a tevékenységet. A televízió fogyasztását egyre inkább árnyalja, visszaszorítja az online videótartalmaknak a fogyasztása, ez nagyon sok felmérés világosan mutatja. Ugye YouTube csatornát ma már bárki létrehozhat, könnyen lehet, hogy itt a teremben is ülnek YouTube csatorna tulajdonosok, akik oda videókat töltenek fel, akár arról, hogy hogyan dekoráljuk a szobánkat, hogyan készítsünk DIY füzetborítót, hogy mit vásároljunk akkor, amikor elkezdődik az új tanév, és visszatérünk az iskolába. Nagyon népszerű médiatartalmak ezek, akárcsak a mobiltelefonos alkalmazások, amelyek még egy fokkal könnyebbé teszik számunkra azt, hogy médiatartalmakat hozzunk létre. Hogyha most tennénk egy próbát, hogy kinek a telefonján van itt Snapchat alkalmazás, tényleg csináljunk egy próbát. Ki az, akinek le van töltve a telefonjára a Snapchat? Tegye fel a kezét. Na ugye, akkor azt hiszem, hogy aki rendelkezik ezzel az alkalmazással, talán ő is készített már, és aztán egy filterrel módosított selfit, vagy valaki másról készülő portrét. Tehát tulajdonképpen, akik itt a teremben ülnek, mindannyian média tartalom előállítók. Sem a Snapchat, sem az Instagram, sem semmilyen közösségi oldal nem működne akkor, ha mi ezt a tevékenységet nem folytatnánk. Ez azt gondolom nagyon jól mutatja azt a változást, ami a média tartalom előállításban és a médiában jelenlévő személyeknek a szerepével, a szerepének a megváltozásával kapcsolatban lezajlott. Mondhatjuk azt tehát, hogy a jövőnek ez az iránya, ez a tendenciája itt van már a jelenben. És itt vagyunk mi mindannyian felhasználók, akik úgy vagyunk felhasználók, hogy egyúttal tartalom előállítók is vagyunk, legyen szó akár képről, legyen szó akár szövegről, zenéről, mozgóképről. Én magam is szoktam időnként mémeket készíteni, nem csak azért, mert ez a munkámmal összefügg, hanem mert én is nem a saját személyes, hanem a szakmai kommunikációmban igenis fontosnak tartom, hogy ezeket a trendeket megismerjük és kövessük. Egészen biztos, hogy itt is vannak olyanok, akik a fanfictionnek, a rajongói irodalomnak valamilyen műfaját művelik, akár videó, akár szövegformájában. Tulajdonképpen az a közeg tehát, amely ezt az új média, most már egyre kevésbé iparként működő média ágazatot jellemzi, nagyon jól illusztrálható, azt gondolom, ezekkel a fogalmakkal, ami itt a szófelhőben is olvasó. Kik az új médiának a cselekvői?
fiatalok, kreatívak, érzékenyek, van véleményük, ezt szeretnék elmondani, szeretnék megosztani másokkal. Nem vagyunk profik, a médiában amatőrök vagyunk, laikusok vagyunk. Nem vagyunk cégek alkalmazottai, nem vagyunk cégek tulajdonosai, menedzserei, de mégis nagyon fontos, megkerülhetetlen szereplői vagyunk a média világának. Nélkülünk az új média, a közösségi média nem tudna működni. Ez az új média lényegében egyfajta DIY médiaként is jellemezhető, hiszen mindazok a média tartalmak, amelyek ennek a médiának a közegét gazdagítják, azok ilyen otthongyártott, általunk előállított kreatív tartalmak. Ebben a kis videóban összevágott tartalmak is azt gondolom nagyon jó példái annak, hogy a maguk korosztályának, a fiatal generációknak ez a fajta kreatív hozzájárulása hogyan gazdagítja, hogyan teszi működővé az új médiának a közegét. Persze mindez átalakítja a média intézményeket, a médiának a platformjait, és az utolsó dián egy erre vonatkozó példát szeretnék felvillantani, és tényleg csak felvillantani azt a mélységet, ami mögött, a tendencia mögött van. Ez a csatorna, ez a YouTube csatorna, a Collider csatorna egy olyan YouTube csatorna, amely lényegében ma úgy működik, mint egy alternatív televízió. Fiatal, zömében férfiak működtetik ezt a csatornát, akik különböző fajta rovatokban, különböző fajta műsorokat alkotnak heti rendszerességgel, úgy, mint egy tévében, és ezeket feltöltik stúdióbeszélgetések formájában, kritikák és más egyéb műfajok keretei között. Lényegében a televízió funkcióját átvevő új csatornáról van szó. Ez csak egy illusztráció, egy példa. Én azt gondolom, hogy a teremben ülők legalább ennyire jó példákat, legalább ennyire jó ötleteket, inspirációkat tudnak megfogalmazni ezzel a témával kapcsolatosan. Úgyhogy én azzal zárnám ezt a kis előadást, hogy mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy engedje magát a mai nap előadói és előadásai által megérinteni, inspirálódni, és ha van ötlete, gondolata arra vonatkozóan, vagy vágya, hogy milyen is lesz az ő jövője, vagy milyen lesz a médiának a jövője, akkor azt fogalmazza meg, akár egy haiku, akár egy Instagram poszt, akár egy Snapchat kép, akár bármilyen más egyszerűen előállítható médiaszöveg formájában. Ezt juttassa el nekünk, mindjárt elmondom, hogy hogyan, és mi szeretnénk ezt megosztani egyrészt az itt jelenlevőkkel, másrészt egy kicsit nagyobb körben is a nyilvánosság számára elérhetővé, hozzáférhetővé tenni. Ha kiposztolják ezeket a tartalmakat az Instagramra, akkor használják az előtted a jövő hashtaget, így akkor mi azt újra tudjuk posztolni. Egyébként pedig mindenkit várunk szeretettel itt az OFF program keretében, a kavicsnak a hátsó sarkában, illetve itt a külső térben, a kolléganőmmel, ahol nagyon szívesen fogadjuk ezeket a médiatartalmakat, és megosztjuk mindenkivel. Köszönöm szépen a figyelmüket!